A Zöldfa vendéglő előtt állunk. Ez egy kivételes épülete a város történetének, rengeteg esemény kapcsolódik hozzá. Itt most azt az időszakot volna jó feleleveníteni, ami a megújhadását jelentette. Az 1840-es évek elején egy korábban itt lévő épületet bővítettek, lett belőle a korszak Dunántúl egyik legszínvonalasabb szállodája. Nem véletlen, hogy a mai történetünk főszereplője Csány László, aki akkor már a 50-es éveinek a derekán van, a zalai politikai élet meghatározó figurája, ide költözik, föladja a birtokait egy jövedelemért, és itt Nagykanizsán él, részt vesz a takarékpénztár létrehozatalában, védegyletet szervez, tehát nagyon sokrétűen kötődik a városhoz, de mi mégsem ezért beszélgetünk róla, hanem azért, mert képzeljük el, 1848 nyarán ez a tér és ez a környék, ez rendkívüli mozgásoknak a helyszíne volt, jöttek, mentek a csapatok, hiszen júniustól szeptember közepéig Csány László, kormánybiztos, feladata az volt, hogy a Dráva vonalát védje, ami azt jelenti, hogy Zala megye, Somogy megye, Baranya megye és más megyéknek a közigazgatási vezető szerepét vitte azért, hogy a ellenállást a készülő horvát támadással szemben megpróbálja megszervezni. Tehát katonák és gazdaság. Nagyon fontos, hogy ez a tér volt az, ahol a postahivatal is volt, és itt volt a sóhivatal is. A sóhivatal azt jelentett, hogy a pénzügyeknek, az állami pénzügyeknek a gondozója volt. Tehát a hadseregellátás, a gazdasági problémák megoldására ide a nagykanizsai sóhivatalba kérette Csányi a pénzeket. De még arra is volt módja, hogy a Mura vidékén gyűjtött aranyat, ugye aranymosók léteztek ott, még azok is itt váltották be az aranyat Nagykanizsán abban az időszakban. A Csány minden levele, ami ennek az időszakból való, nagyon sok levelet írt, hiszen intézkednie kellett, és ez megjelent önálló kötetekben is. Azok Nagykanizsához kötődnek, csak pillanatotra ment máshova, hogyha intézkednie kellett. Itt volt a katonai parancsnok is, és az volt egyik legnehezebb feladat a Csánynak, hogy a katonai parancsnok, aki már régtől ismert, ő bizonytalan volt abban, hogy hogy kell az uralkodót szolgálnia, úgyhogy a magyar kormányhoz van vezényelve, vagy pedig úgy, hogy a császáriak nevében érkező jelasicshoz kell kötődnie. Úgyhogy a Csány egyik legnagyobb érdeme az volt a 1848-49-es forradalmi szabadságharc idején, hogy nagyon fontos katonai szereplőket, erőket rávett arra, hogy a magyar függetlenségért szálljanak harcba, és ennek sajnos meg is lett az eredménye, hiszen akkor még nem 60 éves, de idős embernek mutatkozó, vagy látszó Csány 1849. októberében néhány nappal az aradi vértanúk után egy zalai vértanú lett, hiszen nagyon kevés civil embert ítéltek halálra, a forradalom szabadsághoz leverése után, de köztük volt Csány László. Mivel hosszú ideig és sok minden tevékenykedett itt, és a munkásságának a legfontosabb részei is kötődtek a városhoz, érdemes volna nekünk is, ahogy Zalaegerszeg teszi, Csány László kultuszt éltetni, és büszkének lenni arra, hogy az életének, meg a tevékenységének a helyszínéül Nagykanizsát választotta, vagy azzá tette, amikor a Dráva vonalat védte. Nagyszerű figurája a magyar történelmnek Csány László.